Üdvözlöm a kedves nézőket, a középiskola harmadik évfolyamát. Szögi Henrietta vagyok, az Óbecsei Műszaki Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára. A mai órán Tóth Árpád lírájával fogunk foglalkozni. Tóth Árpád a nyugat első nemzedékének költője, műfordítója, illetve esszéistája. Magyar és német szakon tanult Budapesten, az esztendő, illetve az est segédszerkesztője volt, és súlyos betegségben szenvedett élete során. Több verses kötetet is kiadott, ilyen például a Hajnali Szerenád, a Lomha Gáján, az Öröm Illan, illetve az utolsó posztumusz verses kötete a Lélektől Lélekig. Költészete elégikus hangvételű, és fellelhetők benne az impresszionizmusnak a jegyei. Jellegzetes témája a szomorúság, illetve a magány. Kiemelkedő jelentőségűek műfordításai. Babits Mihállyal és Szabó Lőrincer lefordította a Romlás virágait Baudelaire-től. Mindemellett fordított Verlaine-t is, méghozzá az Őszi Sanson című versét. A következőképpen hangzik talán a legemlékezetesebb fordítás. Ősz húrja zsong, jajong busong, a tájon, s ont monoton, bút, konokon és fájón. Tehát ebből a részből is látszik, hogy fordításaiban a nyelvezet tökéletességét láthatjuk, a hangulati érzékenységet, illetve a részleteknek a bravúros magyarítását. Továbbá az angol romantikának a képviselőitnek a műveit is te fordította, mint például Milton Keats vagy Shelley-t is fordított, továbbá Oscar Wilde-tól a Readingi fegyház balladáját, Tóth Árpád fordította a Rilke archaikus Apolló torzó című szonettjét, ugyanakkor regényeket és drámákat is fordított, méghozzá Flaubertet, Maupassant, illetve Csehovot is. Költészetében láthatjuk Adi hatását. Adit a legnagyobb magyar költőnek tartotta. Számos cikket és verset írt hozzá, mint például Adi Endrének, Nézz ránk Adi Endre. Adi Endre költészetében egy rokonságot látott, szellemi rokonságot. Továbbá a forradalmi hangulatú verse még az Újisten, illetve a Március, ami rokonítható Adi forradalmi felfogásával, illetve forradalmi magyarság verseivel is. Tóth Árpád előképének számít Csokonai Vitéz Mihály, a magyar költősors és saját sorsának előképét látta benne. Ilyen verse például az Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz, vagy a Két régi költő. Továbbá előképének számít Vajda János, az Arany János 100 év után című verset is hozzáírta, vagy inkább előképe, illetve Arany János, mint előd, az Arany János ünnepére című versében jelenik meg. Tehát több olyan író költő volt, akit előképének tartott. Mielőtt rátérnék a vers elemzésére, szeretném nektek felolvasni a Hajnali Szerenád című Tóth Árpád költeményt. Virrad, szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta mesztességben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal, a nagy impressionista. Ezüst onnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet, az űrbe a hold, nagy rajszög aranyból. A sötétség az éjjel rút csuha, lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jó hűvösben mesztelen. Az erdő az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja, mindenkinek nyújtózik hallgatak, s várja, hogy a vén dús kéjenc a nap aranyfésű tűzzön nagy zöld hajába. De itt, a szűk utcák közé bezárva, a szürke hajnal szennyes és sivár, nagy sárga szirmát elhullatta már, a lenge gázláng, az éjbús virága.
Itt-ott mered csak a furcsán betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakúzöld fákja, mely vakon leng a siket tereken. Annuska alszol, bús utcák során. A bús hajnalban járok egyedül, s hogy vígasztaljon halkan hegedül, fantáziám a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával, hangfogózza dalát, míg ballagok, jó volna most megállni ablakod alatt egy édes, fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek, a szívem, melyből bú és vágy zokog. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban, halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz, sirasd el az én züllött életem. Ez a vers a Nyugatban jelent meg 1912-ben, és maga a költemény egy kötet nevét is viseli, amely 1913-ban került kiadásra. Tehát ez a vers a kötetnek a címadó verse. A hajnali szerenád az az első költői korszakának alkotása, és nagyon jól látszik benne a szimbolista, illetve expresszionista lirikusok hatása. Maga a vers egy városi tájvers, szerelmes, elégikus hangvételű, értékszembesítő vonások találhatók benne. Hangulata lelkesült, majd átmegy melankolikusba, szelídbe, illetve lemondóba. Témája a költői alkotás folyamata, annak okai, illetve céljai. A lírai én ironizál a versben megjelenő befogadóval, hiszen Annuska alszik. Rá is kérdezik, hogy Annuska alszol. A műben találkozhatunk a hajnal megszemélyesítésével. Egyébként a hajnal az egy tipikus impressionista szimbólum. Megtalálhatjuk benne a festészet kellékeit is, mint például a rajzlapot, az ezüstont, illetve a rajszöget. Egy városi tér tárul elénk, amilyen a szűk utca, a gázlánk, a piszok, illetve a siket terek. Ez a városi tér egy abszolút nem esztétikus tér, hanem inkább a romlás jegyei fedezhetők fel rajta. Több szerkezeti egységre is feloszthatjuk a költeményt. Első szerkezeti egység az első két verszakot foglalja magába. Először is megteremti a líraién a vershelyzetet. Vershelyzet pedig a virradat, illetve a természet képeiben jelenik meg. Itt több megszemélyesítéssel is találhatunk, mint ahogy az előbb említettem, a hajnal megszemélyesítésével. A bevezető sor kijelöli a várost, ez egy piszkos, szutykos, sötét város. A csúnyaságot a következőképpen láthatjuk. Virrad, szürkül a város, renyhe piszka, tehát a renyhe piszok jelzi a városnak a mocskosságát. A hajnali égbolt festői leírása is megjelenik, tehát a hajnal a nagy impressionista, és ennek kapcsán hoztam nektek egy képet. Claude Monet-nak az Impresszió a felkelő nap című képét láthatjátok. Ez a kép szinte egybefort az impressionizmussal, és amely a fény-árnyék viszonyokkal játszik, a zeneiséggel, és a lényege az impresszió, az első benyomás, a pillanat megragadása. A második egység a harmadik verszaktól indul, itt a nézőpont a természetről a városra irányul, és bezártságot tapasztalhatunk, de itt a szűk utcák közé bezárva. A fény az erdőt felragyogtatja, ezzel ellentétben a várost elsivárítja ez a szürkeség. A sötétség ugyan eltakarja a piszkot, de látjuk, hogy ott van végig. A hajnal természetben az életforrása, viszont a városban szennyes, sivárrá válik. A harmadik szerkezeti egység a negyedik, illetve az ötödik verszakot foglalja magában. Láthatunk egy személyességet, ugye a kedves megszólítását, Annuska alszol, ugyanakkor az utca is elénk tárul, tehát kinéz a líraén az utcára, ugye a fantáziája elragadja, és egy nagyon jó kis metaforát olvashatunk, fantáziám a magános cigány.
A cím mélyebb értelmet kap, ugye jó volna most megállni ablakod alatt édes fájó szerenáddal. Valójában itt Annuska a boldogság egyik szimbólumaként jelenik meg. Az 1920-as évek költészetére hangsúlyossá vált a fájdalmas én lírának a megjelenése. Ez abból is fakadt, hogy Tóth Árpád ekkor anyagi bizonytalansággal, munkanélküliséggel küzd, és a hangulata nagyon szomorú és mélabú. Ezt a korszakot a búcsúzás, illetve a fiatalságtól való elválás jelöli, ugyanakkor a játékos stilizált szavak helyett ebben a korszakban inkább egyszerű, letisztult szavakat használ. Ennek egy kitűnő példája az impressionizmusnak az Esti sugárkoszorú című vers, ami 1923-ban jelent meg. A látvány, illetve a látomás kettősége jellemzi. A verset feleségéhez, Lichtmann Annához írta, és a hitvesi költészetnek a legszebb darabjaként tartják. A vers alaphelyzete egy séta a kedvessel alkonyatkor. Az alkonyati időben megfigyelhető az árnyak teste, sugárkoszorút fon, sötét hajandlomjába, halvány, szelíd és komoly ragyogás, tehát ez mind a fény-sötétség játék, amit a versben olvashatunk, illetve láthatunk. Ebből a látványból, kedvese látványából egy látomás lesz, egy átmenetiség, és a határok teljesen elmosódnak. Szinesztéziás képekkel is találkozhatunk, mint például a halk sugárkoszorút, szelid és komoly ragyogást, titkok illata, illetve fény lett hajadban. A műben a sugárkoszorú, mint glória jelenik meg a kedves fején, és a pillanatot végtelenné tágító önkívület egy érintéssel zárul, egyszerre csak megfogtat kezem. Tehát Tóth Árpád kedvesen megfogja kezét, a lírai én a transzcendentális síkokból visszatér a jelenbe, és egy hétköznapi létezés szintjére ér, és megfogalmazza mindazt, amit egy szerelmes férfi tud legjobban, legszebben mondani kedvesének, egy földi érzést, mégpedig azt, hogy mennyire szeretlek. Egyébként a vers részletes elemzésével egy másik videóban találkozhattok. És akkor most rátérnék a Lélektől Lélekig című versre, amit fel is olvasnék nektek. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségben át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár, terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukon fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, bús testemmel rokon, elemekről ád hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek, a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éljen s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg. Ó jaj, barátság, és jaj, szerelem, ó jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzünk a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Tehát a lélektől lélekig az megint csak egy címadó, egy kötet címadó verseként jelent meg. A kötet, ugye ez egy posztumusz kötet, és a vers az 1923-ban jelenik meg. Témája pedig a magány tapasztalata, a lét, illetve a magány kérdésköre. A beszédhelyzet az egy szemlélődés, tehát a lírai én szemléli az eget, a csillagokat. Létösszegző vers is egyben,
hiszen a személyes élet, illetve az emberi lét általános kérdéseivel foglalkozik benne a lírai én. Hangvétele bús, lemondó, illetve fájdalmas. Azzal, hogy a lírai én a csillagokat szemléli, egyben átmegy az egész vershelyzet egy meditációba is. A csillagok fénye az egy égi üzenet, amely hatalmas távolságról érkezik az emberekhez. Találkozhatunk egy sugallattal, a létezés magányos és szomorú, az emberi kapcsolatok, illetve a világ és az ember kapcsolatának gondolatával játszik el a költő. Tehát mekkora magányosság van ember és ember között, illetve ember és csillagok között. Tehát ugyanolyan hatalmasság, ugye kimondja a végén. Valójában a versben az egyetemes társtalanságot fogalmazza meg. Ebben a magányosságban, társtalanságban a költő részéről nincs semmi személyesség. Ez egy keserves tapasztalat, amit a versben megfogalmaz, viszont elmondhatjuk, hogy egy örök érvényű igazság. A vers hangulatát főleg jelzők adják, kifejező eszközei az allegória, a megszemélyesítés, ismétlés, költői kérdés, illetve alliteráció. Több bús hangulatú szavat is használ benne, mint például a remegő, a jeges, fekete kopár, a sötét, a fáradt, zokog, csügget. Valójában ezek a hangulati átélés miatt kellenek. Szerkezetét tekintve több egységre osztható. Az első egység az elsőtől a hatodik verszakig foglalható össze. Ugye a csillagok szemlélése tartozik ide, illetve azt, hogy a lírai én a saját magányosságát látja a csillagokban, és itt ebben az egységben párhuzamot von az emberiség magányosságával. A második egységben, a hetedik, nyolcadik verszakban már rátérünk egy elmélyült filozófikus tartalomra, ahol költői kérdésekkel, illetve felkiáltásokkal találkozhatunk. A versben a teljes magányosság tapasztalata megfogalmazódik a következőképpen, tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság. Tehát összességében elmondható, hogy a csillagok és az emberek közti távolság szinte ugyanakkora, mint az ember-ember közti távolság. Ez egy tátongú szakadék, és az egymásra találás a barátságban, illetve a szerelemben valósulhat meg. Kozmikus magánnyal találkozhatunk, ami egyben kilátástalanság is, és ez a magányság a korral összefügg, modern magánynak is nevezhetnénk, akár a költők, írók körében. Beszélhetünk a vers kapcsán a társadalom elmagányosodásáról is, illetve a mindennapok robotjáról, a megélhetésért való hajszáról, így az emberek között magányosság alakul ki. Rímképletét tekintve tartalmaz félrímeket és keresztrímeket is. A mű összehasonlítható Vajda János az Üstökös című versével, amelyben szintén a magányosság témakörét fejti ki. Továbbá beszélhetünk a modern költők magányáról is, a nyugatosok körében, mint például Adi, Babics, Juhász Gyula vagy Kosztolányi, mind-mind valamilyen szinten megfogalmazták a magányosságot és arról való gondolatukat műveikben. Szeretném megköszönni a figyelmet, sziasztok!